Sziasztok, én Lille vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon. A mai sztár vendégünk... Apa! Sziasztok, Szakács Sándor vagyok, Lillának az édesapja. Múltkor írtam nektek, hogy tegyetek fel kérdéseket Insta Story-ba, és tök sok kérdést kaptunk az egészséges életmóddal, a diétával, a sporttal kapcsolatban, úgyhogy ezeket most meg fogjuk válaszolni. Igyekszünk. Akkor... és húzzuk az időt, kezdjük is el. Hányszor edzel egy héten, és egy kezdőnek heti hány alkalmat javasolsz? Én 5-ször edzek, általában 4-5-ször egy héten. És egy kezdőnek mennyit javasolsz? Hát én úgy gondolom, aki még soha életében nem járt edzőterembe, annak egy heti 3 bőven elegendő, de mindenképp edzői segédlettel. Tehát edző nélkül semmiképp nem ajánlom senkinek. Milyen diétát tanácsoltok? Hát attól függ, kiknek, miknek. Erre egy nagyon nehéz általánosságban válaszolni. Azért tudnunk kéne, hogy kiről van szó, milyen testalkat, hány éves, férfi, nő. Ezt így nehéz most megválaszolni. Szóval ez nagyon egyénfüggő, és így sokszor rám szoktatok írni például ilyen kérdésekkel, és mindig mondom, hogy ez nagyon összetett téma, meg hogy hogyan fogyjatok le, hogyan kezdjétek el. Egyébként ez a hogyan kezdjük el, erről csináltam már tavaly egy videót, úgyhogy ezt lelinkelem nektek a leírásba, és azt nézzétek meg, mert szerintem az hasznos és segíthet. De igen, ezzel nem lehet konkrétan válaszolni. Milyen diétát használsz, mit szoktál enni egy átlagos napon? Ehhez is azt tudom mondani, hogy csináltam már többször, mit ettem egy héten, vagy mit ettem egy nap videót, azokat is lelinkelem nektek az összeset, illetve a közeljövőbe is tervezek, úgyhogy tartsátok figyelemmel a munkásságom. Saját az edzőterem? Nem. Sajnos nem. Miket lehet enni diéta vagy fogyókúra alatt? Hát eleve azt a szót, hogy fogyókúra, én sosem szerettem. Mert ugye, mint kúra, az azt jelenti, hogy annak egyszer véget ér. Tehát én ezt jobban szeretem, ha azt mondjuk, hogy diéta, illetve életmódváltás. Hát, hogy miket lehet enni? Itt különböző, ugye, amiről beszéltünk is, ez testfelépítéstől függ. Különböző céloktól függ. Most itt ugye nem versenyzőkről beszélünk több, mint valószínű. Ez is... fokozatos. Tehát úgy gondolom, hogy a fokozatosság elvét mindenképp be kell tartani. Először kivenni a kenyereket, kivenni a cukrokat, és elkezdeni mozogni, sportolni. Nagyon nehéz erre egy azért megválaszolni most. Tudnom kéne, hogy most kinek válaszolok. Mivel érem el a szálkásodást? Sportolással, illetve megfelelő táplálkozással. De mondom, ez nem egészen ilyen egyszerű. Teljesen egyénfüggő az egész és összetett. Hány éves korodban döntötted el, hogy így fogsz érkezni és sportolni? Gyönyörű vagy. Köszönöm szépen, és 13 voltam talán, amikor elkezdtem edzőterembe járni. Eleinte csak heti egyszer mondjuk a futópadon sétálgattam, vagy futottam, aztán elkezdtem hasazgatni, aztán elkezdtem egyre több gépet használni, de persze segítséggel. És aztán most így itt vagyok, elég komolyan csináljuk, igen. Tejtermékek fogyasztására mi a véleményetek? Főleg túró, esetleg natúr joghurt, lágysajtok. Én úgy gondolom, hogy egy normál diétába az bele kell, hogy férjen. Támogatom. Én is szoktam. Ő is szokott. Anya is a konyhába szokott. Az egész család szokott. Mértékkel. Szia, milyen gyakorlatokat szoktál hasra csinálni? Erről külön videót a közeljövőben valószínűleg várhattok. Gyorsfogyás hogyan? Hát, diéta, sport. Igen. Illetve úgy gondolom, hogy a fogyás sem szabad elkapkodni, mert legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy aki gyorsan le szeretne fogyni, az nem zsírtömeget, hanem izomtömeget veszít. Tehát hetente fél kiló fogyás az teljesen optimális. Miért jársz edzőterembe? Ugyanazokat lehet megcsinálni gép nélkül is, például lépcsőzőgép, futó. Mi? Kérdés. Hát, úgy gondolom, hogy a kardio edzés természetesen jó időben kint is meg lehet csinálni, de a célirányos izommunkát
izomépítést, az csak súlyzóval és edzőterembe. Tehát a súlyzós edzés mással nem lehet nagyon helyettesíteni. Nem nagyon, egyáltalán. Célirányosan semmiképp. Tehát a testet átmozgatni lehet akármilyen mozdulattal, akármilyen gyakorlattal, akár még a játszótéren is, de célirányos testedzés csak súlyzóval. 24 éves fiúnak 50 kilósan hány hónap alatt lehet kis izmot pakolni magára? 24 éves? 50 kilós. Húha! Hát akkor eléggé vékony. Hát ezt így nem tudom pontosan megmondani. Ehhez azért látnom kéne, hogy hogy néz ki az a fiú. De itt is egy nagyon komoly életmódváltás kéne. Tehát tápanyagokat kéne bevenni, magas fehérje tartalommal. 50 kilós, akkor szerintem bőven-bőven lehetne szénhidráttal. A szakember segítségét mindenképp el kell fogadni. Rendszeresen sportolok, de van, amikor nem visz rá a lélek. Ilyenkor mit csináljak? Én nekem az Instagramon a fitness modellek és a Pinteresten a motivációs képek, YouTube-on a motivációs videók. Nagyon jó barátaim, úgyhogy ezt nektek is javasolom. Nekem is persze vannak olyan napjaim, amikor nem érzem magam motiváltnak, de ilyenkor csak így arra gondolok, kitűztem magam elé egy célt, hogy ezt el kell érnem, és az csak úgy fog működni, hogyha teszek érte, és csinálom, még hogyha nincs is kedvem, vagy nem vagyok motivált, akkor is rászedem magam, elmegyek a terembe, megcsinálom, és utána rájövök, hogy megérte. Jó beszél. Mikor kezdtél el edzeni és egészségesen enni? Edzeni ugye már mondtam, hogy 13 évesen, és egészségesen enni. Szerintem azt is nagyjából akkor. Hát azért már szerintem olyan felső ötödikes korodtól azért már eléggé betartottad a diétát. Vagyis hát nem is diétát, hanem próbáltuk terelni az egészséges életmód és étkezés felé. Szerintem ötödikes korától. Igen, akkor mondjuk lehet, hogy még ilyen kis szendvicseket ettem, de rozsosból, szóval igen. Semmiképpen se fehér kenyeret. Nem erőltettük ezt soha. Igen, egyébként sokan szoktátok kérdezni, hogy ezt a szüleim miatt csinálom, vagy magam miatt? Egyértelműen magam miatt. Ők csak segítenek és támogatnak. Hány éves kortól ajánlott elkezdeni konditeremben sportolni? Hát, igazság szerint ugye, amíg a csontozat növekedése be nem fejeződik, tehát azért nagyon-nagyon az optimális a 21 év, akkor lehet terhelni, de úgy gondolom, egy szakember mellett, mint ahogy nálunk is van, azért 14 éves kortól már odafigyelve el lehet kezdeni a súlyzós edzést is. Hogy kezdtetek neki ennek az egésznek? Mi volt a fő motiváció? Ugye én azért 50 éves vagyok, én már 30 éve csinálom. Szerintem a Lillusnak ez már nem okozott problémát, tehát ebben nőtt föl, ezt látta, számára ez a természetes. Furcsa is lenne, ha nem így él. Igen, úgyhogy így él az egész családunk elég régóta. Nem úgy terveztük, hogy egyszer csak na mostantól belekezdünk, hanem is fokozatosan. Hogy lehet a legkönnyebben hasról fogyni? Kardió-diéta. Így van, pontosan. Szia, heti hányszor és milyen jellegű edzést ajánlatok fogyáshoz? Ezt a leányom megválaszolja. Hát ahogy már említettük, ugye az elején heti 3 edzést javaslunk körülbelül. És hát ez is összetett. Ehhez kéne súlyzós edzés és kardió is. És persze a diéta az egyik legfontosabb. De a fokozatosság elvét mindenképp be kell tartani. Tehát én úgy gondolom, hogy először el kell kezdeni egy kicsit mozogni, és szépen lassan-lassan beállítani a megfelelő étrendet. Semmiképp nem szabad elhamarkodni. Mi a véleményed a megszakított böjtről? Szét fog esni az ágy. Talán nem. Hallod, hogy egyszer? Hát úgy gondolom, megszakított böjt tulajdonképpen minden böjt megszakított böjt. Tehát egy életen át nem lehet böjtölni. A véleményem elég jó dolog, méregtelenít, hasznos, de hosszú távon senkinek nem ajánlott, szerintem. Napi hány kalóriát érdemes fogyasztani? Nem számolunk kalóriákat. Hát ez is nagyon testsúly függő. Úgy gondolom, ha nőről beszélünk, egy napi 1300 kalóriával, ha fiúról beszélünk, egy 2000 kalóriával azért úgy, ez egy átlag,
úgy azért el lehet lenni anélkül, hogy elhíznánk, de mondom, ez nagyon-nagyon egyénfüggő, amit most mondom. Vetted ezt a piros pólót, amiben ezen a képen vagy, tudom egyébként, hogy melyik piros pólóra van szó, a Bershkába. Mennyi idő kell egy kocka hashoz? 3 Hú, hát ez izomtapadástól is függ, attól is függ, hogy kinek mekkora, milyen zsírréteg van a hasán, mennyire elszánt, mit nevezünk pontosan kockahasnak. Tehát úgy gondolom, azért itt évekről kell, hogy beszéljünk. Mindenképp. Nekem is egyik napról a másikról. Megdolgoztam érte. Hogyan legyen vastagabb a combunk, ha nincs keret edzőteremre? Hát akkor kijön a jó idő, lehet szabadtéri edzéseket csinálni. Úgy gondolom, te is csináltál már ilyet Malomvölgyi tónál. Azt is lelinkelem nekem. Azt majd belinkeljük. Ha nincs sajnos edzőteremre lehetőség, azért már kint is lehet építeni. Nagyon vastagot nem, de egy szép formás lábat össze lehet hozni. És Instán is egyébként nem az én videóim, de Instán is szoktam rengeteg ilyen kültéri vagy olyan videókat látni, ahol nem is kellene gépek, szóval mi a teendő, ha megállt a fogyás? Hát, ha edzővel, szakemberrel dolgozol, akkor ő ezen bizonyára segíteni fog. Tudomásul kell venni, hogy ez azért nem egy egyszerű folyamat. Tehát mindig van stagnálás, mindig van olyan, hogy egy picit megáll. Ha edzővel dolgozol, akkor ő csökkenteni fogja valószínűleg a kalóriát, vagy teljesen más jellegű edzéstervet ad neked, de ez teljesen normális. Milyen mozgásformával érdemes kezdenem, ha több 10 kilót szeretnék leadni? Súlyzós edzés, illetve kardió edzés mindenképp. Tehát ennek sem szabad nekiugrani, fokozatosság elvét nagyon-nagyon be kell tartani és győzöm hangsúlyozni, szakember segítségét mindenképp kell kérni az elején, nehogy ebből rossz legyen, baj legyen. Mennyi idő általában, mire egy ember lefogy, ha rendszeresen kondizik? Hát... Tehát egyénfüggő ez is. Mint mondtam, hetente, ha fél kilót valaki le tud fogyni, az egy nagyon jó lépték. Tehát úgy azért el lehet érni egy megfelelő fogyást. Apud mióta kezdte ezt az egészet? Ezt említettük már. Igen. Hát közel 30 éve edzek már. Érdemes kipróbálni a folyadékkúrát? Nekem erről megvan a magam véleménye, nem szeretnék vitatkozni senkivel. Úgy gondolom, hogy a mérleg szerinti fogyáshoz ezek a folyadékkúrák, illetve ezek a leveskúrák valóban működhetnek a mérleg szerint, tehát lehet fogyni, de maga a test állaga nem lesz ettől jobb. Én azért nagyon nem támogatom. Mennyit szoktatok beszélgetni? Megbeszéltek mindent már, mint ilyen lányos dolgokat, vagy az csak anyukáddal? Hát szerintem beszélünk sokat, meg megbeszéljünk mindent nagyjából, szóval jó a kapcsolatunk. Yeah. Esetleg egy-két feladat tipp fenékre. Tessék, fenekezel sokat. Guggolás, kitörés, láblendítések. Ugye ez is kérdés, hogy most ezt edzőteremben vagy szabadtéren. Hát edzőteremben vannak speciális gépek erre, különböző fenekező gépek. El kell jönni, meg kell próbálni. Ne szeretnék fogyni hasról meg combról, amit kellene ennem meg edzenem, zárójában táncolok amúgy. Hát ez nem ilyen egyszerű, hogy hasról meg combról, mert ha az ember fogy, akkor azért fogy mindenhonnét. Hát ha táncolsz, akkor elméletileg annak jónak kell, hogy legyen, hogy fogy. Valószínű ott az étrendet kell átalakítani. Szerintem nem étkezel jól. Hogy a leghatásosabb fogyókúrázni, hogy hatásos legyen és ne jöjjön vissza? Hát, mint mondtuk, a fogyókúra az egy ilyen ideiglenes fogalom, folyamat. Szóval erre is inkább a diéta és a kiegyensúlyozott táplálkozás és rendszeres sportolás. Hívjuk életmódváltásnak, szerintem az a megfelelő. Igen. Életmódváltás. És elméletileg úgy, hogyha betartod
szépen, akkor nem szabad, hogy visszajöjjön. Viszont, hogyha mondjuk egy fogyókúrát csinálsz, aminek, mint mondtuk, egyszer vége lesz, akkor utána lehet, hogy még esetleg több is visszajön, mint annyit sikerült leadni. Sajnos igen, ez egy, hogy ezt hívják jó effektusnak. Hány százalék testzsírtől látszódnak a kockák? Hát ez is alkatfüggő, de azért egy ilyen 14%-os testzsírnál már látszódnak. Szerintetek, ha valaki otthon edz, úgy is lehet szép eredményt elérni? Természetesen, hogyha célirányos edzés van, illetve utána járt ennek, egész jó eredményeket lehet elérni. Egy a lényeg, hogy azért utána kell olvasni. Édességet egyáltalán nem szabad enni? Dehogy nem. Én úgy gondolom, hogy azért lehet enni. Nem kell aszkéta életmódot folytatni. Ha heti 5-6-szor tisztán étkezünk, azért egy-egy csaló étkezésnek bele kell, hogy férjen. Tehát néha-néha lehet. Ha nagyon-nagyon komoly a cél, akkor nem fér bele az édesség természetesen. Nem unalmas. Ez a kérdés. Most egyén függetés számomra nem unalmas, de természetesen van, akinek unalmas. Hát valamit valamiért. Egy idő után minden unalmassá válhat, ezért kell változtatni rajta, ezért kell érdekesebbé tenni akár az étrendet és a diétát is. Én ezt a kérdés. Milyen sokszor naponta megkapom, hogy nem unod még a rizs meg a húst? Nem. És tényleg nagyon szeretem, és nem csak a videók miatt, nem amikor mondjuk csinálok, hogy mit tettem a héten videót, nem csak azért teszek akkor azt, mert mindig mondjátok, hogy mindig protein teszek, ha már itt tartunk. Na. Ezt már szerettem volna letisztázni. Én már egy párszor letisztáztam egyébként, de akkor itt a szakember roppant a térded. Roppant jó térdem van. Akkor megkérdezzük a szakember véleményét a proteinről, illetve a fehérjékről, illetve a BCA-ról és az ilyen egyéb dolgokról. Hát itt óriási tévhit van a fejekben, sajnos. Tehát benne van a nevükben, hogy ezek táplálék kiegészítők. Ezek kiegészítik a megfelelő étrendet. Tehát én sem hiszek abban, hogy ezen kell élni, tehát a szilárd étkezést. Mellett ezek nagyon-nagyon hasznos dolgok. Megfelelő formában bejuttatva semmilyen problémát nem okozhat. Tehát táplálék kiegészítő, amit ti esztek esetleg, ilyen-olyan vitaminről, az is mind táplálék kiegészítő. Kiegészíti az étrendet. Ennyi az egész. Nem káros. Ha beteg vagy, akkor is egészségesen eszel? Hogyha beteg vagyok, akkor is próbálkozok a szokásos étrendemet betartani. Szóval igazából sok mindenre nem változtat a dolog. Hatásszünet. Keresgél. Azért, mert ezeken szerintem még így mentem, viszont még azt telefonommal leszkríneltem egy párat. Ez az, amikor nem sorrendben haladunk. Nem össze-vissza mentem. Igen. Mindjárt jövök, hozom a telefonomat. Szünet. Abich ika szűm. Visszafelé műszaki hiba. Laj, vannak a vízbe. Ó, nincs. Kaptam kérdéseket így privátba is. Két kérdés. Igen. Szerintetek vegánként lehet testet építeni? Tulajdonképpen ismerek vegán testépítőt. Tényleg? Igen, működhet a folyamat. Szerintem egy picit nehezebb, de igen, lehet. És hány éves kortól ajánlott a versenyzést elkezdeni? Hát ezt nehéz így megfogalmazni, hogy ajánlott, nem ajánlott. Nekem 14 éves volt a legkorábban versenyző lányom. Lillus is ugye, ha minden igaz, idén ősszel megméretteti magát. 15 éves. Vlogok lesznek róla. Így van. Tehát, ha jó kezekben vagy, akkor 14-15-től már el lehet kezdeni a fitness modellkedést fiúknál. Azért egy 17-18 éves kor szerintem kell, hogy megfelelő izomérettség legyen. Kezdem az utolsó kérdés. Sokat gondolkoztam, hogy kérdezzek-e, mert nem szoktam, de most már annyira zavar rajtam, hogy aránylag vékony vagyok, de a hasam nem lapos. Az alján egy darabig lapos, és utána egy nagyon kicsi kiemelkedés. Csatolok majd rajzot. Próbálkoztam már mindennel, de semmi nem segített.
remélem érthető volt, amit írtam, és így is eljut hozzád, hogy nem olyan kérdezősbe írtam. Igen, eljutott. Hölgyről van szó? Igen. Igen, hát valami rajzot mutatott nekem a Lillus. Én úgy gondolom, hogy hát ebből én így nem tudom, hogy mire akarsz kiukadni. Azért diszkréten kezelünk mi mindent. Légy szíves, a Lillusnak küldj egy fotót erről, és akkor megválaszoljuk, hogy mi a teendő. Jó? És bármilyen ilyen kérdésetek van ilyen dolgokkal kapcsolatban, amit esetleg lehet, hogy nem interneten. Szeret a mosógép egyébként a háttérben. Amit esetleg nem interneten szeretnétek megbeszélni, és esetleg Pécs közelében laktok, akkor egy személyes találkozót össze is hozhatunk valamelyik hétvégén, megbeszéljük, és akkor megnézzük, hogy mizuban, és akkor személyesen sokkal egyszerűbb, meg így tudjuk is, hogy kiről van pontosan szó. És ez volt az utcsó kérdés. Így van, vagy ha nagyon-nagyon messze vagytok, akkor online edzés, online étrendtervezésre is van mód és lehetőség. Ha már a csokis dolgot megemlítettük, hogyha esetleg úgy szeretnétek csokit fogyasztani, persze ezt is mértékkel és nem minden áldott nap, akkor figyelmetekbe ajánlom a Peaknek az ilyen édességeit. Én tényleg nagyon-nagyon szeretem, itt is látható, a következő videómban pedig egy vlogban megcsináltam ennek az unboxingját, úgyhogy a kóstolást is láthatjátok, de most akkor láthatjátok. Tehát most ez egy történelmi pillanat, mert én nem vagyok csoki evő, megkóstoltam, nem azért mondom, mert Peak, de ez simán bele kell, hogy férjen a normál étkezésbe. Mértékkel, de ez a csoki, ez annyira finom, úgy rávagyom. Ja. Rendben van. Szóval, ez is lent lesz az infoboxba. Minden, amit megemlítettünk, lent lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma is velünk. Reméljük, hogy tudtunk segíteni, és hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Sok mindenre azt mondtuk, hogy egyénfüggő, ettől attól függ, és hogy láthatatlanban nem tudjuk megmondani. Szóval, hogy így konkrét választ nem tudtunk mindenre adni, de azért reméljük, hogy így is hasznos volt, de tényleg ez az egész dolog ilyen összetett, úgyhogy ezt a legalaposabban megválaszoltuk, ahogy csak lehetett, ugye? Így van. Szóval alaposabban nem lehet esetleg személyes találkozással. Úgyhogy találkozunk a legközelebbi videóban, ami nem sokára lesz. És köszönjük, hogy itt voltatok, ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha szeretnétek. Találkozunk legközelebb. Puszi, sziasztok!